Na sziasztok, újra itt vagyunk egy újabb résszel, a Prince of Persia Warrior Within-ből. És folytassuk azt, amit megkezdtünk a Jómúlt korjában. És toljuk tovább a gémet, mert hát miért nem. Ugye legutóbb azzal maradtunk el, hogy a hajón legyőztük a Shadrét, aki kiütött, azt elértünk ide. Visszajöttünk a múltba, itt vagyunk a központban, azaz a központi teremben, és innen fogunk menni tovább leküzdeni Shadét, tehát az most a periférián. Úgyhogy próbáljuk is meg. Ha aki esetleg nem tudna, hard fokozaton toljuk, pont a másikra kell menni, de jó. És sikerült felvennem életem először az első életfeltöltőmet olyan szinten, hogy várjátok, már nem is itt kell menjek. Beszéd közben azért neheze figyelni a játékra. Vissza időlassítás nélkül, ami egy nagyon jó dolog, és azt a múltkori videóban megtekinthettétek, aki esetleg nézte. Szóval minden esetre én happy vagyok. Hoppá, ez szinte már elé ment. Szóval akkor maradt az, hogy toljuk tovább a gémet. Ugye legutoljára az volt a gond, hogy én annyira élvezem a játékot, hogy egyszerűen csak játszódnék és nem kommentálnám. Jelenleg is remélem, hogy másképp fog alakulni, de jelenleg is inkább így vagyok. Ugyanis hard módon az ember egy kicsit másképp van, mint easybe. Itt jobban kell figyelni, hát remélem, hogy menni fog. De hát meglássuk, ladder tutorial. Minden homok jöhet. Hát az már elég elavítosodott ez a fegyver, szóval mehet. Hát, szoptam, mindegy. És amikor megy lefele szépen. Úgyne. Ó, de jó. Kicsit úgy vettem ezt, hogy a kontrollok nem pont olyanok hardon, mint easyn, tehát nál kevésbé megbocsájtó a rendszer. De miért nem hordtál meg? Ó, ne üssél már. Jó van. A tessék, egy fejes. És elveszük a másik kardot. Jó volna valami jó kardot beszerezni, mert itt aztán szívós lesz a menet. És itt mentünk. Mindenképp Shadét le akarom győzni. És fel akarom venni az életfeltöltőt. Ami nem lesz könnyű, mert a múltkorban láthattátok, hogy egy ütés és ki vagy dőlve, szóval nem lacafacázik a játék. Nem olyan megbocsájtó. Időközben nézem mindent meg tökéletesen. Remélem most a játék nem túl hangos, bár egy kicsit feljebb vittem a hangját, és nem szeretném még egyszer végig csinálni ezt. Ó, de jó. Ó, hogy a bánat essen belőle. Figyeljétek, hogy milyen sokat levesz. Ezt nem így kellett volna. Kár volt, hogy nem vittem vissza az időt. Na mindegy. Hát. És itt jönnek azok az ugráló ninja csajszik, amiket annyira utálok, hogy az valami hihetetlen. Ne üssél, jó lesz-e? Au. Nehéz lesz ezt így megölni. Inkább kidobom a picsába. Ez az! Annak legalább annyi. Az artworkokat, amire emlékszek, azokat simán felveszem.
Mert nem akarok szívni. Azaz szeretném látni a végére, hogy mennyire emlékszik az egészből. Amúgy itt is van egy életerő feltöltő, de az még nem elérhető, ugyanis ahhoz kell a Scorpio, vagy a... vagy a Water Sword, az a... Hát Scorpio, mert Water Swordot nem kapunk, amíg azt fel nem vesszük. Na, mi a fene van? Mondom, hogy nem olyan megbocsájtó most. Úgy. Fordulját, úgy. És már jött is az ellenség. Fura. Fura, hogy általában easy-n is medium-on toltam. Most csak a videó kedvéért tolom hard-on. És ezért fura, mert a kontroll nem úgy van, ahogy én szoktam. És az ellenség is többet bír. Ne nagyon skod, jó lesz. Hát eddig ez jó a meccs, szóval no problem. Hamar végigugrunk ezen a részeken. Tudom, hogy itt vagy. Nagyon sokáig el lehet ezeket szórakozni, a szívós kis dögök ezek ám. Úgyhogy... És mindig amikor rádugranak, annyi életet tud. Figyelitek? És alig jött hozzám ezek. Úgy van, takarodj inkább le. Na jó. És akkor menjünk tovább. Jó. Juha, azért nem kell annyira ugráljak, mert nem akarok leesni. Döglelés van. Na és itt az AMD-nek régen volt egy glitch-e, és a Celeronoknak is, csak a Pentiumokon meg az Atlonokon nem volt, hogy itt elfeketedett a kép valamiért. Nekem mindig meg volt ez a glitch. És ezt nem csak én mondom, ezt sokan észrevették, szóval... Hű, na ez érdekes lesz. Mutatok most valami trükköt, ami remélem, hogy beválik. Ennyi. Elvileg ezzel ugorolni kéne, majd úgyis lesz egy másik rész, ahol meglátjátok, hogy működik a dolog. De hát így is lehet. Tehát a játéknak a... úgymond ezt a részét ki lehet használni. És figyeljétek, mert csak meg se sárgult. Hát ez leesett, na jó, majd akartam másodfegyvert. Jó. Azért fontos, hogy időbe space-et nyomja, ha nem szívod. Anya, de erőszakosak vagytok. Na itt van az életerő feltöltő amúgy. Hát ezzel szívni fogok most egy jó darabig. Kicsit glitches szegény. Mit tudjak neki csinálni, hamar meghalni. Na végre. Hát sok életem nem maradt. És akkor itt... Fent.
Most, hogyha ide feljöztök, látható, hogy ott van az életerő, hát úgymond feltöltő, na hát értitek. Csak ott most jelenleg nem tudunk feljutni. Na, azt ki kell ütni a falat, hogy megkapd a dobozt. Na és most jön az tükkös rész. Ugyanis egyszerre kell... Tehát ezzel mondom, ezt pont elcsesztem. Hát ez ahogy, hogy nem ugrottam. Viszlát. És ezzel el is ment a homokkal, aminek nem örvendek. De mi ilyen szar így a kontroll? Jó, a kapu kinyílt és most mehetünk Sádéhoz. Tük, az igaz. Ó, és nem kapok tök homokot. Ó, szopás. Pedig itt rám férne. Ami igaz. Úgy. Fuha. És akkor mentsünk gyorsan, mert itt bajok lesznek. Ugyanis most fogunk megismerkedni Karlinával, az idő császárnőjével. Úgyhogy itt érdekesek lesznek a dolgok. És ott van egy artwork, amit tudom, hogy itt van, de nem tudom, hogy kell megszerezni. Az úgy minden point nem akarok lelőni azoknak is, maradjon valami, akik még nem játszották, de majd később megtudjuk, hogy ők még duhajkodnak, ugyanis még vissza fogunk menni az időben. De nagyon! Na igen, bízzak meg egy valakiben, ott mindenki homok szörön. Miatt elkezdtettem a szép kardomat, na gyere egy kicsit. Állj, de jó kezdünk. Hát de hülye vagy, bazd meg. Hát az... Hát még én is egyelőre. Most sokkal többször rúg. Á, kis ganaj. Egyelőre igen. Hidd el, próbálkozok. Amíg nem rúg ki a pályából, tök jók vagyunk. Gyere! Bazd meg! Belenyúltam. Egy negyede megvan az életének már. Na csak a többi háromnegyed hiányzik. Ujjjjjjj. Én meg hátat fordít nekem. Te ebből ne veszel. Még bemutatsz is nekem. Gyere, gyere, ne? Hát az... Úgy. És amúgy. Nem is olyan nehéz hardon. Csitulj be. Erre szóljon magam, de eddig nagyon jól ment. Tudom, mit akarsz, most be akarsz keményíteni. Dehogy nincs, mindig van. Visszavonulod ki, ne fogok most rúgni fog. Mit mondtam? Annyira kiismerhető vagy te. Ebből ne veszel, most már gamer egérben megszívtad.
Még a hülye régi lézeres egerekkel annyiszor megszívtam ezt, már sok életet leveszem tőlem, de tőle is. Gyere! Aj, oda csapok én, csak tartsd ki! Ne akarj rugdalózni nekem! Két ugással figyeljétek, a másik még szerencsére nem kapott el. Nem is akarom, nem akarok homokot pazarolni, és az életem is kéne maradjon az életerő feltőtőre. Az nagyon kell. Legyen helyen mozogni, az a lényeg. Kezdett bepipulni. De jobban támad, és az nem jó. Ja, meg vagy. Ó, fene. Túl hamar. Annak hívom magam is. Na, nem vagy egy nehéz boss hardon, hogy őszinte legyek. Nem, ne is álmodj róla. Büntetés. Úgy. Hoppá. Next. Mi van, még egyet akarsz? Én nem, köszi. Ez biztos, hogy ennél jobban kér alkos. Na már nincs sok neked hátra. Mi két-három kombó is meg vagyunk. Tartsd ki, Kylina. Ennyi, hál' Istennek! Egyszer ért hozzám! Ez fájhatott. Kicsi gyomormasszás. Menj ki a nagy csöcsüt. Az ezt megnézni most egy jelenlegi grafikával, Karlinát, tehát így is jól néz ki. Hát, azt ne részletezzük. Épp feláll szembe amúgy. Hát ez is homokkal változott. Ha nem is hozzám, ha vagyis részben hozzám. Na, ez is megvolna. Hát, objective updated. Ja, most kell menjünk hozzá. Most az érdekel engem, hogy oda le, hogy lehet jutni. Ott van egy izé. Ó, na, hogy te se akarsz ugrani. Úgyis van itt még elég homok, úgyhogy nem sajnálom őket.
Jó. Valahogy oda lehet jutni. És akkor... Nézem, nincs itt valami kapaszkodó. Arrafele sansztalan alapból. Csak ott kéne legyen. Ja, onnó. A faja lesz. Na jó. Akkor egy artifaktot itt kinyitunk. Más... Basz meg, eldobtam a kardot. Na mindegy, úgyis. Lesz meg egy másik. Rájtek el kinyitva. Ó, de jó lesz ez. És még nincs időlassításom, ezért nehéz. Ez azt láttátok, mennyi életet lekapott hirtelen, ugye? Nem fogom ezzel még egyszer megölni a sádét, az biztos. What the fuck? Ó, de jó, hogy rohadjál le. Ezek náltal mindig elbaszom, szóval. Ó, de jó vagy. Ah, ez az a szét. Na, második életelőtt feltöltőnk is megvolna. És én két végigjátszást akarok a végén, egyet Karlina, egyet a HK ellen, úgyhogy muszáj. Na, lássuk. Milyen szopás, erősebb kardot fogok kapni, és erősebb ellenfeleket vele együtt. Na, takarodj el oda, úgy. Már egy negyed életerővel megneveltük, hát már megint kint vagytok tüskét, mint akartok a fenekemet felszúrni. Jó. És akkor okoskodjuk fel magunkat. Az a space, akkor már mondom, kell egy gamer billentyűzet. Ja, más áldé megvan. Összetett szóval a Karlinától jobban tartok, mert az erősebb. Az sokszor szivatott már meg engem. Úgy, és akkor valahol itt lehetett visszamenni, ha jól emlékszem, másik oldalán. Úgy. Csak finoman.
De kedves fejlesztők, itt hogy gondoltátok, hogy én azt felfogom itt egyáltalán venni? Hát, hogy onnan oda átugorni képtelenség. És innen leereszkedek. Hát igen, nagy eséllyel meghalok. Ja hát igen, amikor megvesz, felveszed az életelőfeltöltőt, szépen vissza is ide, hát akkor ne is próbálkozz. Értem már, jó, hogy eszembe jutott. Hát tudtam-e, hogy van valami megoldás. Amikor az életelőfeltöltőt jössz tovább, kérdele. Akkor az az artifacs most marad. Ó. Szinte. Nem dobta el magát. Épp, hogy el nem kapta. És akkor most jön a szívózás. Jó van, én ezekkel nem szívózok, gyerekek, mert se kedvem, se türelmem rájuk. De jó, hogy ide kell egy gyülekezzetek. Baszd meg! Hagyjatok már az a... Elhiszitek, ha ezt lássátok? Ezek meg elszakolnak, baszd meg! Arra menem ezen a felé van az a kurva rész. De ne essél le, bazd meg már, ne essél le fast. Vala a jó égnek. Na, ennyi élettel aztán nagyon arra sokat értem el, komolyan mondom. A legkisebb lehellettől is szarrá megyek. De legalább homokom az lesz. Fú, azt a rohadt mindenit. Fordulj már meg a jó ég áldjon meg. Épp hogy él ez a karakter, komolyan mondom. Hát ezek meg erőszakoltak szó szerint. Gyorsan bukle, mert itt meghúzsz. Meghúzsz, az fejed alá, fejcsavar, mint a húrkatejtő. Mi jön még, de hakarom, mi? Na. Oj, de elbasztam. Ez az, legalább túlélném. Most kell várjuk, mi? Na ma. És érdekes, hogy amikor a karakter megáll egy kis időre, elkezdi fájlalni magát, ami akkoriban újdonság volt. Hát elég szarul nézek, hát szarul nem nézek ki, mert olyan, mint hogy full HP-t vagy minimumot van, de akkor is elég szarul mutatott az. Hanem kicsit összeverték, mert szegény szóval. Mások még emlékszem az első kombinációra. Hát persze. Nem, akkor egy, ez egy másik fel. Általában tükörbe kell csinálni ezeket.
Tehát ez, jó, hogy már ettől futottam fel. Meg. Nadik. Nézz oda! Én mondtam az előbb, hogy tükörbe kell csinálni, ezt mit csinálok. Na nézz oda, mit csinál ez a karakter. Gyerünk, gyere elé, homok felhő. Vissza akarok menni az én időmben. Ha jobban megiszaszott az a négy csaj, mint Sádé, az durva. Az nem semmi bizony. Na mit kaptam? Air of Storm, ez az. Ezzel már tudok időt is lassítani, nem csak visszatekergetni. Hogy... Ha ideje volt. Ha valami ilyesmi. Legalább nem vagy hülye gyerek. Van a helyem, ezek működnek. Jó, van épp, hogy kire nyíratom itt magam 2 másodperc alatt. Nem probléma, megyünk mi tovább. Egy. Jó. Csukodj le. És ez az időlassítás. És túl lassú voltam. Ugrálásra gyorsan vagyok elvileg. Mi van? Nem adom ilyen könnyen az életemet. Tudtam, hogy ezt a homokot te visszaadod meg nekem. Ah, és most nézzétek még gyerekkorom rémálmát. Ettől csesz meg. Most csak nézd rá, milyen groteszk. Most képzeljétek el ezt a Frostbite Engine-be, hát oda szarnék. Most is van hatása. Nem mondom, hogy nincs. Ezzel kell majd a végén megküzdnem. Ezt nevezem post-fightnak. Ja, mert most már jobban hallható a zene, de olyan feelingje van a játéknak, gyerekek, ami azóta egy se tudott hozni. Talán egy kicsit a Far Cry, de még az se. Szóval ez kegyetlen. Egy hallgatót és beleborzongsz. Ugrok-e? Épp hagy. Nem baj. De jó, hogy le kell jutnom oda, az is tök csesszág. Lehet, hogy én felejtettem el valamit, de ez pont oda kéne ugorjon. Wow, na az igen, lehet, hogy az előbb kicsit rövidebb helyre ugrottam. Engem, nem tudom ti, hogy vettek vele, de én nagyon élvezem ezt a koncepciót. Na jó van. Ezt valahogy... ki kéne hagyni. Égni. Amit lehet ugrok, tehát Hardon az nem az az übebaszós karakter, ez már.
Igen, és úgyis van. Úgyis visszareszpawnoltok, szóval megkillődjök veletek. Ahogy oda ne rohanjak, Gormárát. És nincsen homokunk a csába bele. Nem szeretek, de ha kell egy homokkal indulni, meg kell mondjam őszintén, mert így is baszós gép. Mindjárt meglássátok, miről beszélek. Már az első bevonulása, az első futás előle, az azért. Az oda teszi magát. Tehát nem spórolták ki belőle az anyagot, ez biztos. Tehát a videó elején, amikor elindul a játék, ezelő fut. És képzeljétek, tud teleportálni. A macskos dögje. És amit visszafele beszél. Na. Elég meggyőző. Nem lennék a helyében ennek a princnek most. Fú. Na innen már nem jön utána egy darabig, aztán megint fog követni. Homokot, basz meg homokot. Nincs. Már leülepedett. Ez a tahakka. Jaj, már fel. Ismerős a hely, ugye? Akkor... És oda kell átjussunk. Milyen szép lassítás volt. Hát, ugye most vettem észre, hogy amit tele a homok táram, de mindegy. Jó. Ja. Most adok magamnak egy kicsi jelent. Azzal. Hogy nem így ugrok le, hanem egyenes előre ugrok. És pont ezért. Ha a pont leérek, akkor meg szívom. Mert közelebb lesz a tahakka. És lássátok, hogy a gyűldöz. Hú. Igen, amúgy a vizen nem tud átjönni. Igen, de ja, hogy figyeljétek, hogy lyukas a plafon, akármikor beugorhatna. Sose értettem, miért nem teszi. És akkor megjelenne pikpak, azt fokocskázhatnánk a vizen keresztül. Na mindegy, visszamúdva. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Ha nem volt formában, Sádi, azt kell mondjam. Addig örvendj. Az biztos. Az biztos, hogy visszajön. Nem, most láttad a tőjára. Na mi lesz?
És most találkozunk a Szent Reittel. Amúgy ezek önmagunk vagyunk, majd meglátjátok később. És valójában minket ment meg most. Miféle fajta? Most elmegyünk ott a központi teremig, azt onnan a következő részben fogjuk szerintem folytatni. Egyre elég addig. De és nem akarok túl hosszút, az első is igen hosszúra nyúlt, 40 perc, valami perc lett, és én be akarom írni egy 20-30, max 30 perces adásokkal, mert ez mégis Prince of Persia, legalább 10-15 részt hadd érdemeljen ki. Itt most már nem kell azért letelővel foglalkozni, mert valójában most tudnám felvenni az eddigi tudásom alapján, de úgy tűnik, hogy most ez megy másképp is. Erről beszélek, erről a kurva kontrollról, hogy megfordul és nem az történik, amire számítasz. De miért is vittem vissza az időt, ha itt volt a pol... Kanyörgöm. Ide, amit van. Menjünk tovább. Így menni lépcsőn tudja, hogy nyakadat kétszer kitörnünk. Az igaz, azt elintéztem, halljátok-e. Felplatformoztam én rendesen. Inkább is meg egyszer, mint hogy kirepüljek. Hát téged nagyon meg foglak élni. Igen, csak kettő szelet élnek. Ó, vagy... Ez jobban sebeznek, mint Sádi. Mondom, nem volt formájában, az tuti. De ilyen egyszerűen győztem, hogy igen, sejszene. Máskor még ízen is jobban megszivatott. Hát ez mondjuk az én szerencsém. Ezt még rosszabb is higgyétek el nekem. Úgy. Nem szeretnék, hogy azok olyan nagy tüskékkel még ismerkedne. És most már nyitva van. És onnan, amikor visszajövünk, majd meg tudjuk szerezni az életerő feltűnt, ahol amúgy ott lent mutatta is a Secret Roomot, és amúgy ott mellette meg egy fegyver is el van rejtve amúgy, amit majd később talán megmutatok, a Hook Blade. A She... Ez... Nem Ski, hanem nem is tudom, hogy hívják. Jé, hoki ütő, hoki... Mit tudom én. Ketté vág. Te aztán tudsz sebezni. De én is. Fejvágátor. Meg a hasszeletelő. Hú, gyerekek, elérkeztünk a végére mai videónak. Remélem tetszett. A következő részben folytatjuk tovább, és majd választanunk kell, hogy melyik részét kezdjük először. A kerteket, a függőkerteket,
vagy a Mechanical Tower az a mechanikus tornát, majd meglássuk melyikre kerül sor. Minden esetre köszönöm a figyelmet, és még mindig találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!